Sziasztok! Kaptam egy 10 kilós visszajátszás Barni 2012-től. Méghozzá egy IS-8-as tanka produkálta ezt az eredményt. Ahogy nézem, ugye a top löveg van fönt ezen a tankon, amivel azért már lehet szépeket lövöldözni. A pálya pedig Mainz, egy elfoglalandó bázissal. Úgyhogy csapjunk is a közepébe. A heavy tankon meg is indultak egyből ugye bázist foglalni. Ahogy nézem, egy lóri már fönt is van a hegyen, illetve érkeznek a többi kisebb, közepes, illetve könnyű tankok. És az ellenség is már beérkezett a foglaló körbe. Úgyhogy nem lesz egy egyszerű történet ez a visszajátszás. Egy Tiger 2-es szemből, illetve egy IS-8-as van itt most a foglaló körben. Egy okos kis manőver hátrafele, és hát ha betalált ez a lövés, T-34-est tudjuk lőni. Ha nem tűnt volna elértve, biztos lenne a lövés. Viszont a Tiger 2-es valószínűleg így is van. 446 sebzéssel meg is van az első bevitt találat. A Tiger 2-es. Nem biztos, hogy ott jó lesz, így is van, le is pattant. Azért viszonylag egész jól állt be ez a Tiger 2, hogy lepattintsa azt a lövést, amit mi leadunk rá. Viszont ebből a szögből gyönyörű szépen ki is lehet lőni. Meg is van az első frag. Palanova Tiger 2-esét sikerült megsemmisíteni. 1-5 az állás, ami nem túl jó. Úgyhogy a srácoknak össze kell kapni magukat, nagy gyerektek is vézé. Jó van, őt is sikerült oldalba kapni, 72 HP-val. Ő különösebben már nem fog nagy gondot okozni. Bár, ahogy nézem, sikerül neki elmenekülnie. Egy IS-8-as maradt még itt a foglalókörben. Objekt 704. Hát nem áll túl valami fényesen ez a csapat. XVM 50%-os győzelmet jósolt, úgyhogy még bármi lehet. AMX 12, illetve Lóri ugye fönt a hegyen. Most már csak az AMX 12, illetve a VZ 131 is megérkezett a hegyre. Objektet nem tudjuk lőni. Három-nyolc az állás. Nem nagyon sikerült a srácoknak szépíteni. Na gyeretek is, IS-8, tolassa hátra, úgy is van. Nem is értem, hogy miért kell ennyire hátra tolatni. De hát, ugye a minimapot fölösleges nézni, és meg is van a második frag. Közben, ahogy nézem, hátulról szépen lecsorognak a hegyről az ellenséges tankok. Egy AMX 12-es, illetve egy IS-8-as közelít. Ez viszont túl gyors lesz ahhoz, hogy nem. Ő már bent is van a szikla mögött, úgyhogy vele majd később kell foglalkozni. Viszont érkezik egy IS-8-as. Illetve még egy T-44-es van fönt a hegyen, amit ki lehetne szedni. VZ 131 próbálkozik hátulról. T-44-es. Na, éj, pontot lehetett volna meglőni. Na, de majd legközelebb. Jó van, AMX 12-t is elrendezték. Hárman foglalják a bázist. 22 másodperc maradt vissza, hogy az ellenséges csapatnak bele kell húzni a dologba, hogyha nem akarják bukni ezt a kört, amit eddig nagyon szépen hoztak. Le sikerült láncolni ezt a VZ 131-et. Na de majd most a kegyelemdöfést bevisszük neki.
és éppen nem sikerült szegénynek betöltenie, úgyhogy csak egy lövést tudott bevinni nekünk. T-44-essel sem kell már többet foglalkoznunk. Ez már a negyedik frag, még kettő kell a Top Gun kitüntetéshez. IS-8-as bujkál a ház mögött, illetve érkezik egy Tiger 2-es is. Igaz, ő már nem full HP-s. Jó, oké, meg is van az ötödik frag. Gyönyörű szépen ki is lett gyújtva szemből. IS-8-as, illetve egy Leopard felderítő tank próbálkozik itt. A Leopardra különösebben nem is kell foglalkozni, IS-8-nak oldalról bele lehet verni egyet. És gyönyörű szépen meg lehet kerülni mind a két tankot. Leopard még mindig nem számít annyira, nem fontos. De azért a kill legyen meg. Ahogy nézem, az IS-8-on BL-9-es ágyú van, így is van. Úgyhogy... Hát igen, különösebb gondot nem is jelentett ez a, az ellenséges IS-8-as AMX M4-45-ös 7-es szintű francia nehéz tank sem nyújtott különösebb gondot. Ez már a 8. frag. Hat darab alaplőszerrel rendelkezünk még. Egy AMX 40-es. Gyönyörű szép rambulása. Bár igazából ez egy öngyilkos akció volt részéről, nem is értem, hogy mit keres itt ebben a csapatban. Valószínűleg valamelyik nagyobb játékos hozhatta be. Én nagyon szeretem az ilyen noob platónokat, főleg, hogyha az ellenséges csapatban vannak. A lövénél. Már ott is van a T-34-es. Valószínűleg 93 HP-ból nem sok mindent fog tudni kezdeni a lövénk. Még hogyha egy lövést is bekap a T-34-es, akkor is bőven ki tudja szedni. Így is van. Ki is lőtte. Úgyhogy egyedül foglalja a bázist. 1v1 játékot fogunk látni. Lényegében azonos HP-val rendelkező tankokról van szó. Annyi, hogy azért az IS-8-as egy keményebb tank. Lévén, hogy 9-es, illetve az ágyúja is messze jobb a T-34-es lövegénél. Hát lényegében most le kellene csorogni a hegyről, és valahogy hátulról elkapni ezt a kis prémium tankot. 3856 sebzés 14 lövésből. Viszonylag elfogadható ezen a szinten. Pláne, hogy 9 kilt is sikerült mellé összeszedni. 1 perc 42 másodperc van vissza a foglalásból, és a T-34-es is valahol itt lehet. Éj, bár nem igazán értem, hogy miért nem kempelt egy ház mögött, úgyhogy egy gyönyörű szép tiszta lövést is be is tudtunk neki vinni pláne oldalról. Ahogy nézem, a HP-ja kb. Még egy lövésre lesz elegendő, és egy lepattonó nem kell kapkodni. Még mindig nem kell kapkodni. Na de majd most már ő is tudja, hogy mi a helyzet. Nem nagyon értem T-34-esnek a taktikáját, hogy mit szeretne ő csinálni. Pláne, hogy hátratulat így lényegében szabad frédát nyújt, és meg is van a 10. frag. Köszönöm a visszajátszást Barni 2012-nek, én Omax voltam, sziasztok!